Felhívással fordult Bakonykuti polgármester asszonya az országos kéktúra útvonala mentén lévő települések önkormányzataihoz, hogy alakítsanak ki együttműködést annak érdekében, hogy ki tudják használni a túra útvonal lehetőségeit. A kék túra útvonal Velem községtől a Dunántúli, valamint északi középhegységen keresztül Hollóházáig tart. Csak nem 1200 km hosszú és közel 130 településen halad keresztül. Az elmúlt évtől Bakonykutit is érinti a kék túra útvonal. A polgármester asszony kezdeményezte az érintett települések szoros együttműködését annak érdekében, hogy a túra útvonal lehetőségeit ki tudják használni. A településekre érkező túrázók kellemes környezetben tudjanak eltölteni néhány órát. Közös pályázatokkal pályázati pénzekhez jussunk, az egységes eligazító táblák kihelyezését szeretnénk megoldani, és kulturált pihenőhelyek kialakítását szeretnénk megoldani. Úgy gondolom, hogy ez a felhívás ez elősegíteni a falusi turizmus fellendülését is, mivel hogy ezáltal a települések ismertebbé válnának, ez lehetőséget adna a településeken az olcsó szálláshelyek kialakítására, illetve az étkezési lehetőségek kialakítására szintén. A kezdeményezés Dajs Tamás ifjúsági és sportminiszter úr is fontosnak tartja, ezért támogatásáról biztosította a polgármester asszonyt. Az összefogással szeretnék felhívni a figyelmet a már-már feledésbe merülő természetjárásra, ezen belül is a bakancsos turizmusra.